az ötöslet. Az ötöslet, miért kapok pofon? Két egyes után még volt kedved énekelni? Pistike! Hát milyen óceán az, drága fiacskám? Nézze csak! Nagyon jó ez a csendes óceán! Felike, drága fiam! Mondjad meg, hogy mit fogsz csinálni, ha olyan nagy leszel, mint én? Már szeretném hallani, drága fiacskám! Fogyok kúrázni! Na, drága unokám, nem vett észre a tanárnő, hogy segítettem a házi feladatba? Nem. És mit mondott? Azt, hogy napról napra hülyébb leszek. Na, drága unokám, hadd halljam a jegyeket! Milyen jegyeket kaptam, a matek? Az egyes. Irodalom? Az is egyes. Ének? Az ötöslet. Az ötöslet, miért kapok pofon? Két egyes után még volt kedved énekelni? Hova tűnt a tehene, nagymama? Hát bevittem a szobába, mert majd a novemberben, hogy megfázzon. És hogy bírja a szagát? Ó, ő már megszokta, hogy ilyen büdös vagyok, úgyhogy nem baj. Drága Ferikém, ha van 200 forintod, és kérsz apától 150 forintot, akkor hány forintod lesz? 200, nagymama. Ferikém, te nem ismered az összeadást! Maga meg nem ismeri az apámat. Ferike, addig nem kelhetsz fel az asztaltól, amíg nem fejezed be a vacsorát! Jaj, de jó, akkor nem megyek holnap iskolába. Mondj egy tagadó mondatot! A Gyuri megette a szendvicsemet. Hát így akkor, drága fiam, hol van ebben a tagadás? Hát, hogy a Gyuri tagadja. Ja! Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó teljesen a Ferike ötlete volt, meg hogy így beöltözzek, hát kiemeli a melleimet ez a ruha, hát anya biztos mérges lesz, hogy én ezt felhúztam, mert hát épp hogy rám jött. És kérlek szépen titeket, hogy leírás elsősorában Ferike eső című számát hallgassátok meg, tudom, hogy most perpillanat nem lehet engem így komolyan venni, de tényleg leírás elsősorában hallgassátok meg, mert nagyon tehetséges, és ha meg is tennétek és megosztjátok, köszönjük szépen, úgyhogy most pedig jöhetnek a bakik. Pistike! Mi ez itt? Nem, milyen óceán? Pistike! Milyen óceán ez, drága fiam? Nagyon jó, nagyon jó! Ez a csendes óceán! Ferike fiam, árulja el mamának, hogy mit fog csinálni, ha ilyen idős lesz, mint én? Fogyok úrázni. De nem mondtam, hogy te gyerekemben. Drága kis unokám, nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem a házi feladat megoldásába? Nem. Na, és milyenek voltak a megoldások? Drága kis unokám, a tanárné nem vette észre, hogy segítettem a matek feladat megoldásaiba? Nem. Na, és mit mondott? Azt, hogy napról napra hülyébb leszek. Micsoda? Hát hol az ellenőrző, mindjárt beírok, hogy bemegyek. Örülök, hogy hazaértél, drága kis unokám. Milyen jegyeket kaptál ma, matek? Egyes. Egyes! Jó lesz? Jó. Szerintem nagyobb pofonokat kéne, hogy adj, nem? Tényleg? Így csattanjon. Jó, jó. Egyes! Irodalomból! Drága Feri... Ferike, addig nem állhatsz fel az asztaltól, amíg be nem fejezted a vacsorát. Jaj, de jó, akkor nem megyek holnap suliba. Na, igazodást is én írjak! Ferike... Olyan mellett ma lett. Ferike... Mert csak itt... Vágom a szájmat. Ferike, mondj! Ferike, mondj egy tagadó mondatot! A Gyuri megette a vacsorámat. Szerintem. 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 Szerintem.